Meg mindig van idő, 13 másodperc a támadóidőből. Nem lehet betenni centerbe a labdát. Varga Dénes, szabad dobás kap. És megvan a gól. Ez igen, most be lehetett tenni centerbe. És ebből gól születik. Vámos, szenzációs passza és Szirányi. Kegyetlen. Igen, Szirányi Balú nem egy mai darab már, de hát még mindig fantasztikusan. Először is jó erőben lévő játékos. Vámos, elvállalhatja. Igen! 2-0. Vámos góljával 3 az összesítésben immár. Hát ennél jobban nem lehet kezdeni egy mérkőzést. Talán ha az a kapufa is bemegy, de nem akarok én itt most elhetetlennek mutatkozni. De akkor még mindig az olaszok támadnak középkezdés után. És örüljünk majd néhány pillanat múlva, hogyha kihasználjuk ezt az újabb emberelőnyt, tehát az elsőt ugye nem sikerült, ahogy te is mondtad. Már most nem vállalta most el, még van idő. Kettős emberelőny. Kettős emberfor, így van. Hát óriási szansz a Ferencváros előtt, ezt illene kihasználni. És ki is használja a Fradi. Madaras a gólszerző. 3-0. Hát ez most már így egyre szebb. Fölhív velem a szakértő és kevésbé szakértő fiatal sportbarátok figyelmét, hogy a Ferencváros a kettős emberelőnynek minden csinyát, bényát bevetette. Percben egyetlen olyan 6-6 elleni védekezés volt, amikor be tudták adni centerbe, akkor abból kiállítás is lett. Egyébként mindig elvitte a besegítő ember a labdát. Manherz. Madaras. És ez így 5 méteres. Ismét Szirányi. Nagyon jól játszik Szirányi Balú. És Varga Dénes megy oda, aki 4-re növelheti a Fradi előnyét. Ha valaki emlékszik a 3 héttel ezelőtti mérkőzésre, a mérkőzés egyik legjobb ott is Szirányi volt. Egyelőre hál' Istennek folytatja ezt a sorozatot. Igen, nem tudják tartani az olaszok. Varga Dénes tehát. Szirányi, Vámos és Madaras után ő is gólt szerez. 4, de hát ez valójában 5. Ez már óriási különbség, azért ezen a szinten ez a Ferencváros, amely borzasztó komoly játékerőt képvisel, nagyon-nagyon komolyan bízhatunk abban, hogy ezt nem fogja kiengedni a kezéből. Persze nem akarok semmit elkiabálni, láttunk már Karonvarjút. Petkovics. Azt is el lehet onnan vállalni, és megtörik a jég. 1-23-mal az első negyed vége előtt. Egy minden-mindegy alapon eleresztett lövés Petkovics. Ezt nem tudta állítani Fogel. Igen, hát most nem bízta a véletlenre Petkovics, hiszen eddig a 6-6 elleni jár. És aztán bejátszás a centernek, nem volt ez... Megadható, azt kell mondanom, megadható kiállítás volt. Blariról. Egy kicsit, mintha megmászta volna a Pradisbek. Petkovics. Vámos küldték ki, ugye nem tudták még kihasználni egyetlen emberforjukat sem az olaszok. Akció, illetve szabadobásból találtak be teljes létszámban, de most a második kettős ember forjuk. Gallo, ez felvarja a rövid felsőbe. Ritkán fordul azért el, hogy ilyen rövid időn belül kétszer is egy csapat kettős ember hátrányba kerüljön. Hát most már elkezdem majd figyelni, hogy valóban ennyire könnyen megadható dupla forrókat csinálnak a csapatok, ugye egyelőre 2-1. Volt igazán komoly szansz most a gólszerzésre. És ami még rosszabb, hogy megúsznak az olaszok, és meg is szerzik a harmadik góljukat, ez most már kezd egy kicsit aggasztóvá válni. Hát ez duplán probléma. Ugye az egyik az, hogy ez a könnyű gól kategóriája, tehát amikor egy elől történt hibából könnyű gólt lő az ellenfél. Varga Dániel ment ki. És Fogel! Óriási bravúr. Fondelli lövését hatástalanítja. Hú, de kellett ez most. Kicsit furcsa volt számomra, hogy kezet váltott Szirányi Balú a blokkal, de tulajdonképpen ezzel bele erőltette az olaszt egy hosszú sarkos lövésbe, ott át Fogel, úgyhogy ez egy nagyon fontos védés volt, azt gondolom. Thank you.
Nos, kéne megint egy nagyon jó védekezés, Petkovic lóbál. És ezt most tökéletesen kijátszák, Barelli a befejező ember. Utoléri legalábbis ezen a mérkőzésen a sportmenedzsment a Ferencvárost. Bár nem tudom, hogy a Ferencvárosnak konkrétan mi a védekezése egy ilyen kapupa kilépésre. Ugye Varga Dénes középről előre lépett erre a kilépő kapufásra, és így ott maradt a húzás kapufa. Lehet, hogy a Szirányira kellett volna megfognia, vagy a Varga... Varga Dénes próbál helyzetbe kerülni, és nem volt bent. Olaszországban ez nem gól, ez biztos. Ez biztos volt abban, hogy ez ott befér a bal alsóba. Hát ebből a szögből... Inkább bent. Mitrovic. Jansik. Igen! Teljesen mindegy, hogy beleért ebbe is Lazovic, érjen csak, ahányszor csak akar, de a labda ott van a hálóban. Hát azt kell mondom, hogy nagyon-nagyon pontos gól volt. Ugye, amit a... És reméljük, hogy itt most... Ugye, amíg lehet, szorosat játszanak az olaszok, és már is ott az ember a centerünk előtt, és a két hátsó között pedig egy ember mozog. Mi bementünk két centerbe, és ott és szerzünk egy gólt! Fantasztikus! Nikic! Egy centergól, egy klasszikus centergól, nem tudták tartani, és egy csapásra most három gól az előny összesítésben. Varga Dániel passza után. Így van, Mitrovic betört a kapufához, ezzel azt a zónázó embert gyakorlatilag meghívta védekezni. Ehhez nem kell sokat színészkedni, ez egy teljesen tiszta kiállítás, azt kell mondanom. Varga Dániel a kiállított játékos. Petkovic pedig nagyon hamar kihasználja, ráadásul Varga Dani ki is pontozódott ezzel, ez volt a harmadik hibája, csak hogy egy kicsit még keserűbb legyen ez a pirula számunkra. Igen, ahogy Varga Zsolt toporzékolásából kivettem, ez egy megbeszélt dolog, hogy a Petkovic ne lőjön, akárhonnan nézzük, azért mégis ő a legjobb lövő játékos ebben a csapatban. És itt az újabb helyzet, és az újabb gól! Egy leválás a védőről, és egy nagyszerű befejezés. És Jansik a fontos gólok szerzője, ugye emlékezhetünk, azt a nagyon-nagyon hosszú gólcsendet ő törte meg, és ez is egy nyugtatóval felérő gól, nem? Igen, hát azért most emlékezünk meg erről feltétlenül, tehát Jansik Szilárd az utóbbi idők legnagyobb felfedezése szerintem a magyar vízilabdában. Igen, nyilvánvalóan a időkérésnél ugye a 4 perc hátralévő időből és a két gólos hátrányból adódóan mindenképpen azt az utasítást kellett többek között kapni az olaszoknak, hogy amikor helyzet van, akkor meg kéne próbálni gólt lőni, mert azért olyan borzasztóan sok támadásuk már nincs hátra. Ebből hál' Istennek ebben a támadásban sok minden nem látszott, viszont... És itt az újabb leválás a védőről, mit hogyha itt koncentrációban azért már nem ott lennének az olaszok korábban, de hát Madaras zsenialitását is emeljük ki, aki Varga Dénes játszotta meg, csak Matt. De sokadik hasonló figura most már ebben a negyedben. Így van, a Ferencvárosnak, ez a Ferencváros játékának egyébként ez a sajátja, ezek a kapufás betöréseknél.